Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, milyenek az érzelmei. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Mielőtt én tovább lépnék, szeretnék boldog, kellemes húsvéti ünnepeket kívánni, és ezáltal megemlíteni azt, hogy most van egy akciós jóslás. Mégpedig ennél az akciós jóslásnál arról van szó, hogy mi blokkolja a kapcsolatotokat, és hogy tudnál ezen javítani. Ez egy kirakás, sőt, választhatsz kártyát is, hogy melyik kártyával szeretnéd ezt a kirakást. Azon kívül áttérek az asztrológia területére, hogy mi blokkolja a kapcsolatot. A díjam ennél az akciós jóslásnál, jóslás és asztrológia 6000 forint. És most visszatérnék az eredeti kérdésre, mi az ő gondolata, mi az ő terve az itt látható felül. Itt az élet erőről van szó. Lehet, hogy megvan nála most a bátorság, hogy védje magát, hogy tevékeny legyen, az is lehet, hogy te adsz számára életerőt, de azt is jelentheti ez a kártya, hogy valaki uralkodik felette, és itt kellene kimutatnia az ő saját életerejét, védeni kellene magát. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Itt a kettes szám utal egy párkapcsolatra rád és őre. A képen látható ez a szomorú fűzfa, ez utal a múltra, az emlékekre, ebben van egy kis szomorúság is. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Itt látható egy kihívás. Én úgy gondolom, ez pontosan az ő helyzetére utal, és erről beszámol neked, hogy valaki megpróbált uralkodni felette, valaki támadta őt, most meg kell védenie magát. Itt a gondolataiban megjelenik az élet erő, bizonyára elmondja azt is, hogy te adsz erőt számára. De ez a helyzet elmúlik, hiszen ő le akarja zárni ezt a helyzetet, vagy ezeket a kapcsolatokat. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy ő úgy érzi, hogy nem csak nála vannak kihívások, hanem nálad is, hogy valaki támad téged, valaki megbántott téged. Itt ez a kártya azt jelenti, hogy mi köt össze benneteket. Itt a kehelyről van szó, tehát a víz eleméről. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó, az ő érzelmeiről, a tiédről. Ez a kehely utalhat egy belső forrásra és az intuícióra. Vagy ami a párkapcsolatot illeti, megvan a bizalom, a szeretet, a szerelem mély érzelmekkel. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.